Bár már javában zajlik a rendelési idő, mégsem várakozik senki a tolnai vezetőházi orvos várótermében. Ennek több oka is van, mondja a szakember. Ennek legfontosabb oka szerintem az, hogy a gyerekek nem járnak közösségbe, és nem adják át egymásnak olyan könnyedén. És hát nem beszélve ugye az örökös problémánkról, az igazolásosdiról, hogy nem kérnek, nem jönnek el csak azért a szülők, hogy igazolást kérjenek. Dr. Barna Györgyi szerint ugyan a nyárnak ezen időszaka nyugodtnak mondható betegségek szempontjából. A rekkenő hőségben mégis fontos, hogy ügyeljünk a legkisebbekre és minden eshetőségre felkészüljünk, mint például rovarcsípésekre, sérülésekre, karcolásokra, melyeket otthon könnyedén orvosolhatunk. Bárhova utazunk, nyaralunk, vagy akár otthon, hasmenés, hányás. Itt egyértelműen az a teendő, hogy szintén a folyadékpótlásra, amit elvesztünk, és hát most már kiváló probiotikumok léteznek, kiváló ilyen ionpótló italok is léteznek. Tehát ha meg nincs semmi kéznél, akkor én azt szoktam mondani, hogy csináljanak egy limonádét, amit picit sózzanak meg, és azzal óvatosan itatgassák a gyereket. Most az allergiások is fellélegezhetnek, ilyenkor nem jellemzőek a légúti panaszok, mondja a szakember. Csökkentek a szélanátha tünetei. Ennek ellenére továbbra sem mellőzzük az antihisztamint.